50 ezer négyzetméter, azaz 5 hektár. Ekkora területű raktár épül hamarosan ezen a területen. A Nyíregyházi Ipari Parkban a révésznyírlog fejleszt, a beruházás több céget is érint majd. Itt konkrétan logisztikát fogunk szolgáltatni, ami azt jelenti, hogy ki fogjuk szolgálni a több nagy cégeket, akik itt jelenleg is itt vannak Nyíregyházán, és bízok benne, hogy még többen fognak jönni. A jelentős mintegy 7,8 milliárd forintos projekt bemutató rendezvényén a gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár kiemelte, jelenleg a logisztika az egyik legeredményesebb iparág Magyarországon. Nagyon szép számokat produkál ez az ágazat. Nagyjából 500 milliárd forintnyi adót fizetnek be ezek a vállalatok minden évben a magyar büdzsébe, és a nemzetgazdaság összteljesítményének kb. 6-6,5%-át adják, és az számarány folyamatosan nő, hála azoknak a részben családi vállalkozásoknak, mint amilyen a révész is, amelyek nagyon szépen az utóbbi években, évtizedekben kinőtték magukat egy kis helyi regionális ponyvás fuvarozóból nagy nemzetközi speditőré, és sorolhatnánk egyébként a hasonló példákat, úgyhogy különösképpen itt ebben az ország részben, Észak-Kelet Magyarországon, ahol az ukrán forgalom érkezik be, illetve az Oroszországba irányuló, keletre irányuló forgalom elhagyja az országot. A logisztika fejlődéséhez így elengedhetetlenek a megfelelő közlekedéspolitikai döntések, valamint az útfejlesztések. Erről már Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár szólt a rendezvényen. 152 millió tonna árut mozgatunk meg az útjainkon, közút, vasút, víziutak és a levegőben, és ha jól emlékszem, 38.360 körüli árutonna kilométer Magyarországon, amit a szállítmányozás területén teljesítményként tudunk be. Ez 2015-re vonatkozik. És továbbra is a közúti áruforrozás és e tevékenységhez kapcsolódó munka adja a javát, hiszen nagyjából 198 millió tonna áru mozog a közúton, és nagyjából 35.200 millió árutonna kilométer fut le a közútjainkon. Tehát ehhez szükség van a fejlesztésekre, és természetesen Nyíregyháza környékén is, a 338-as, a 38-as környékén, a nyugati elkerülő környékén a fejlesztésekre. Ez az új logisztikai raktár látványterve várhatóan naponta 40 kamion áruforgalmát biztosítja majd az épület, ezért 25 külső és 15 belső kamion parkolót is terveznek hozzá. Nagyon sok áru megy át Magyarországon, remélhetőleg minél több termék is készül itt, minél több szolgáltatást tudnak igénybe venni a logisztikában érdekeltek. Ha ez igaz Magyarországra, akkor még inkább igaz a Szabolcs-Szatmár-Berek megyére, hiszen három országgal vagyunk határosak. Az M3-as az nem sokára eléri az országhatárt, a többi országhatárhoz vezető főútvonalunk is jó fejlesztési lehetőségek elé néz, tehát nagyon fontos a megye szempontjából minden logisztikai fejlesztés, amely megvalósul, hiszen munkahelyeket teremt, újabb vállalkozásokat vonz ebbe a térségbe. A fejlesztés várhatóan 2017 májusára készül el.